Köszöntöm a Szentendrei Hét nézőit, elsőként lássuk mai adásunk tartalmát röviden. Önkormányzati választás, elkezdődött az értesítő postázása. Kinevezés, új igazgatója van a Szentendrei tankerületnek. Szenzáció, kőkemény, világhírű harcos tart edzőtábort Szentendrén. Október 12-én lesz az önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi képviselők választása. Hamarosan minden választópolgár megkapja az értesítést a szavazás pontos időpontjáról és helyszínéről. Áder János köztársasági elnök október 12-ére tűzte ki az önkormányzati választásokat. A Nemzeti Választási Bizottság pedig kimondta, ugyanezen a napon lesz a nemzetiségi választás is. Augusztus 25-éig kell mindenkinek megkapnia az értesítőjét. Folyamatosan lehet beadni a kérelmeket, így a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételről, az adatletiltásról vagy a segítségkéréséről. Nemzetiségi névjegyzékre való felvételnek azonban van korlátja, időbeli korlátja, tehát szeptember 26-án 16 óráig van arra mód, hogy valaki kérje a nemzetiségi névjegyzékre történő felvételét. A nemzetiségi választást a Nemzeti Választási Bizottság ugyanúgy október 12-ére tűzte ki, és megállapította a 2011-es népszámlálási adatok alapján, hogy melyek a településünkön azok a nemzetiségek, amelyek tekintetében abban az esetben, hogyha lesz három olyan képviselőjelölt, aki indulni szándékozik, megtartásra is kerül a nemzetiségi választás. Ez a 9 nemzetiségi önkormányzat lehet a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, roma, román, szerb és a szlovák nemzetiség. Tehát ennek a 9 nemzetiségnek a tekintetében kitűzte a választást Szentendrén a Nemzeti Választási Bizottság. 3 tagú nemzetiségi önkormányzatok alakulhatnak, hiszen a választás kitűzése napján kevesebb, mint 100 választópolgár volt a nemzetiségek névjegyzékén, és ennek figyelembevételével a jogszabályi előírásokra tekintettel minden képviselőjelöltnek 5 érvényes ajánlást kell majd leadnia. Függetlenül attól, hogy képviselő, polgármester vagy nemzetiségi képviselő választása során képviselőjelölti minőségben szeretne valaki megjelenni, mindenkinek az új módszer vagy új eljárás szerint ajánló íven kell majd gyűjtenie az ajánlásokat. Tehát a választópolgároknál akár többen is megjelenhetnek ilyen jellegű ívekkel. A jelöltek és jelölő szervezetek augusztus 25 és szeptember 8 között gyűjthetik össze az ajánlásokat. A nemzetiségi képviselők esetében a jelölteknek 5 érvényes ajánlásra van szüksége az induláshoz. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek esetében ezt a számot később határozzák meg. Az augusztus 15-i állapot szerint mi a választási iroda részéről 18-án ki kell, hogy hirdessük, hogy az egyes választókerületekben, tehát Szentendrén a 10 egyéni választókerületben hány darab ajánlás szükséges ahhoz, érvényes ajánlás szükséges ahhoz pontosabban, hogy valaki képviselőjelölté váljon, illetve a polgármesterre leadandó érvényes ajánlások száma is meghatározásra kerül. Ez az az állapot, amely után pontosan lehet tudni a számot, de nem nagyon nagy számokról beszélünk, tehát itt azért több, tehát 25-30 közötti szám, ami várható egy-egy képviselőjelölt számára begyűjtendő érvényes ajánlások tekintetében. A szabályok ugyanazok, úgyhogy megint kérjük a választópolgárokat is, illetve a gyűjtést végző személyeket vagy jelölteket, hogy az érvényes okmányokból írják ki az ajánlók, személyek az adataikat, ne emlékezetből, hiszen nagyon sok érvénytelen ajánlás volt amiatt, hogy nem lehetett pontosan beazonosítani az informatikai rendszerrel az ajánló szemét. Tehát kérjük, hogy erre mindenki figyeljen, hogy mindenkinek az ajánlása tényleg hozzájuttassa a képviselőjelöltet ahhoz, hogy képviselőjelölt legyen, és minél kevesebb érvénytelen ajánlás legyen. Tulajdonképpen a választás kitűzését követően már beadhatják az erre rendszeresített formanyomtatványon az ajánlóív igénylésüket.
de legkorábban augusztus 25-én reggel 8 órakor kaphatják meg. Mindenki akkor kaphatja meg, akármikor is adta be előtte. Természetesen utána is be lehet adni az ajánlásgyűjtés időszakában bármikor, de a véghatáridő az szeptember 8-án 4 óra, ameddig ezt le kell adni ahhoz, hogy a bizottság a választási iroda rendelkezésére álló 4 napos határidőben történt ellenőrzését követően a döntését meghozza. Amennyiben a szükséges érvényes ajánlások megszülettek, mi nem végezzük tovább az ellenőrzést, tehát csak addig a számig, ugyanúgy, ahogy ezt a korábbi választásokon is tettük. Amikor ez megvan, akkor nagy valószínűséggel a választási bizottság a soron következő ülésén a képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről dönteni fog. Ismét lehet majd átjelentkezéssel szavazni. Ennek szabályai azonban szigorúbbak, mint a tavaszi választáson. Tehát csak és kizárólag azok tudnak átjelentkezéssel élni, akik az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása tekintetében június 23-át megelőzően tartózkodási helyet vagy közismertebb nevén ideglenes lakcímet létesítettek valahol, és az a lakcím még október 12-én is érvényes, akkor arra van lehetőségük, hogy választanak, hogy a lakóhelyük vagy a tartózkodási helyük szerinti címük alapján fognak szándékaik szerint szavazni, mert akkor átjelentkezhetnek a tartózkodási helyükre. Ez adott lehetőség az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása tekintetében is, és a nemzetiségi képviselők tekintetében is. Azok a választópolgárok, akik nemzetiségi névjegyzéken szerepelnek, ugyanúgy kérhetik. Aki jogosult a nemzetiségi választáson való részvételre, annak külön az erre kijelölt szavazóhelységbe is el kell majd mennie. Ennek helyszíne a II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnázium lesz. A nyomtatványokat és a további szükséges tudnivalókat a www.szentendre.hu oldalon találják meg. Kinevezték a Szentendrei térség új tankerületi igazgatóját. A posztot július 1-től Csepregyné Volosonivszki Mária látja el. Dalanagy Kata tankerületi igazgatót Verebélyi Ákos váltotta fel az év elején megbízotti státuszban. Július 1-től azonban kinevezték az új igazgatót a Szentendrei tankerület élére, Csepregyné Volosonivszki Mária személyében, aki már régóta dolgozik a közoktatásban. Az új tankerületi igazgatónőtől megtudtuk, hogy idén is sok kisiskolás kezdi meg a tanulmányait az általános iskolákban Szentendrén. Szentendrei tankerület fenntartásába tartozó 4 általános iskolában 12 osztályindítását engedélyeztük a 2014-15 tanévben, ami azt jelenti, hogy 297 első osztályos gyermek kezdi meg a tankötelezettségének teljesítését. Kormányhatározat szerint a Szentendrei Izbégi általános iskolában kerül iskola bővítésre sor, 5 tanteremmel bővül majd az intézmény. A munkálatok megkezdése várható még az idén, és én bízom benne, hogy attól függ nyilván, hogy az időjárás majd hogy engedi a munkálatokat, hogy be is fejeződik minél hamarabb. Természetesen a tanteremre szükség van. Tehát az Izbégi iskolában nagyon nagy hiányban szenvedtek a tanterem terén, hiszen a csoportszobákat kellett megszüntetni, és oda is osztályokat beültetni, illetve a szertárakat is átadták a pedagógusok az oktatásnak, tehát ott is tartanak órákat, de az új osztályok elhelyezése Szentendrén megoldódott, hiszen a Barcsai iskolában indítottunk 6 osztályt, mert ott még meg tudtuk úgy oldani, hogy a plusz osztály elhelyezését tudták biztosítani, és így az Izbégi iskolában majd az új tantermek birtokba vételét követően történik meg szintén az átszervezés, és akkor már nyugodtabb körülmények között tudják majd biztosítani az oktatást, de a lényeg az, hogy 2014. szeptemberében Szentendrén minden osztálynak lesz férőhelye. A város általános iskoláiban nyáron sem áll le teljesen a munka, hiszen a tanítási szünetben több felújítást végeznek az intézményekben. Tisztasági festések, javítások, életveszély, baleset veszély elhárítása, tehát nyilván ilyenkor, amikor nincsenek ott a gyermekek, ezek történnek most, úgyhogy
Én bízom benne, és nem csak bízom benne, hanem tudom is, mert már nagyon sok helyen be is fejeződtek ezek a munkák, hogy a szeptemberi iskola kezdésre ezzel teljesen készen lesznek az intézmények. Nem csak itt a városban, hanem a Szentendrei tankerületben is nálunk abszolút az jellemző, hogy növekszik az gyermekek létszáma. Nyilván itt nagyon sokan költöztek ki Budapestről a környező településekre, és Szentendrén is abszolút az utóbbi 2-3 évben tetten érhető, hogy egyre több a gyermekek létszáma. Ezért is került be a kormányhatározat szerint az iskola bővítés az Izbig Jártas iskolára vonatkozóan. A rászorulókon kívül szeptembertől már 2 évfolyam az elsős és a másodikos általános iskolások is ingyen kapják a tankönyveket. A tankönyvcsomagok ára iskolánként és évfolyamonként is változó. A harmadikosoknak 12-17 ezer forintba, a negyedikeseknek kicsit kevesebbe 11-15 ezer forintba kerül a tankönyvcsomag. Az ötödikesektől 12-20 ezer forintot kérnek el, a hatodikosoknak valamivel olcsóbb 10-16 ezer forint, hetedikben és nyolcadikban pedig 15, sőt akár 25 ezer forint is lehet a számla. Középiskolában a fakultációk, a nyelvórák és a szakmai tárgyak miatt is sok a különbség. 9. a nyelvi előkészítős osztályoknak kell a legkevesebb tankönyv, ők nyelvtankönyvekkel együtt is 10-12 ezer forintból megúszhatják ezt az évet, míg a 4 osztályos képzések 9-eseinek akár 20-25 ezer forint is lehet a közismereti tárgyak tankönyv csomagja. Már minden szülőnek kipostázták a tankönyv csomagok árának rendezéséhez szükséges csekkeket, melyeket augusztus 15-éig kell befizetni. Legfontosabb az, hogy augusztus 15-éig mindenki fizesse meg a már megkapott tankönyvcsekket, tehát a tankönyvek árát ki kellene fizetni augusztus 15-éig azért, hogy gond nélkül átvessék a tankönyveket, de ha valamilyen oknál fogva mégsem történik ez meg, akkor a szeptember 1-i héten mindenki megkapja a tankönyvet, de ehhez szükséges az, hogyha nem fizette be valaki időben a csekket, akkor mire átveszi a tankönyvet, vigye magával az igazoló szelvényt, akár a feladóvevényt, akár az átutalási igazolást, hogy befizette a tankönyvet, hogy át tudja venni a gyermeke tankönyvcsomagját. Ugye eddig az általános iskolákról beszéltünk, de hát a tankerülethez, a tankerületi igazgatóhoz 2 középiskola is tartozik itt Szentendrén. Ezekben mi a helyzet, volt-e túljelentkezés, illetve itt elindulhat-e majd zavartalanul az oktatás szeptembertől a 2 intézményben? Az előző évhez hasonló számban jelentkeztek mindkét gimnáziumunkba, a II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnáziumba, illetve a Móricz Zsigmond gimnáziumba is a tanulók, tehát itt nem volt szükség tanterembővítésre, abszolút megoldható a gyermekek vagy tanulók elhelyezése, úgyhogy én úgy gondolom gond nélkül kezdődik majd a középiskolákban is a tanév. A tankönyvterjesztés tavaly vette át az állam. Az első évben a csekkek fizetési határideje a korábbi gyakorlathoz képest jóval előbbre július 31-ére került át, ami sok szülő felháborodott. Idén ezért módosítottak a dátumon augusztus 15-re. Azok a szülők, akik a kért határidőig nem tudják befizetni a könyvek árát, később is megtehetik, a megrendelt csomagokat augusztus végén mindenképpen kiszállítják az iskolákba. Több általános iskolában folyik felújítás a nyári tanítási szünet ideje alatt. A 2. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnáziumban több kisebb munka és egy nagyobb átalakítás is zajlik. Csaknem egy hónappal ezelőtt kezdődött a Rákócziban a konditerem felújítása, ami még jelenleg is dolgoznak a VSN ZRT szakemberei, de több kisebb munkát befejeztek már az iskolában. A karbantartási munkák lezárultak, hála a VSZRT-nek, nagyon szépen szeretném megköszönni ezúttal is a munkájukat. Tehát a meszelések, linoleumjavítás, ilyen jellegű munkálatok már lezajlottak. Jelenleg azonban van még felújítási munka, ugyanis az önkormányzat jóvoltából 5 millió forintot kaptunk a kondi helyiségünk felújítására, és ezek a felújítási munkálatok jelenleg zajlanak. Nagyon remélem, hogy tanévkezdésre ezzel is készen leszünk, és már egy megújult kondi helyiség várja majd a diákokat. Ezen túl természetesen zajlik egyéb munka, és a takarítónők lelkesen dolgoznak, és
tisztogatják az iskolát, nyári nagy takarítás zajlik. A pályázatos kolléganői mind a hárman gyakorlatilag egy hét kivételével egész nyáron dolgoztak, ugyanis a támo pályázatunk kapcsán a nyáron 12 ingyenes nyári táborunk valósult, illetve valósul meg. 650 diákunkból több mint 300 diáknak volt lehetősége így módon a nyár folyamán ingyenesen részt venni táborban. Nyelvi tábor, kerékpártábor, túratábor, természetközeli tábor, és még sorolhatnám, mindenféle lehetőségek közül választhattak. Ezeknek a szervezése, illetve utána való dokumentációt végzik a pályázatban dolgozó kolléganőim, illetve szervezik a jövő tanévben ránk váró nagy feladatot, ami a pedagógusokra ró majd igen sok munkát, ugyanis a pedagógus továbbképzéseket, amelyeket a pályázat kötelezően előírt. Ezek sajnos rajtunk kívülálló okok miatt az utolsó időszakra húzódtak, és mivel a pályázatunk márciusban lezárul, addig meg kell valósítanunk ezeket, úgyhogy ezeknek a megszervezése is most zajlik. Emellett természetesen meg kell szervezni az új tanévnek az órarendjét, ami már azt mondhatom, hogy készen van, valamint várjuk a tankönyveket is, úgyhogy számtalan feladat van ebben az egyébként békésnek tűnő nyári szünetben. A tankönyvek átvétele egyébként hogy történik az iskolában? Ugye a csekkeket már megkapták, gondolom, a szülők, amire van egy határidő is, ha jól tudom, amikorra be kell fizetni. Így van. A csekkek megérkeztek a szülőkhöz, hát természetesen akik ingyenes tankönyvre jogosultak, ők nem kapnak csekket, és épp az elmúlt napokban kaptuk az információt a szállításról. A városban először hozzánk hozzák a tankönyveket, most pénteken 8-án délután érkeznek a tankönyvek az iskolánkba. Segítséget is kaptunk, belügyminiszter úr rendelkezése szerint a közmunkaprogramból 8 segítséget kapunk a tankönyvek teherautóról iskolába történő bejuttatásához, ami egy elég jelentős segítség számunkra, mert azért ez a korábbi években mindig problémát jelentett. Reméljük, hogy így valóban gyorsan és flottul tudjuk átvenni a tankönyveket, és a tanítás előtti utolsó héten, 28-29-én szeretnénk is kiosztani, ezt természetesen a honlapunkon, illetve az iskola bejáratánál nyilvánosságra hozzuk a pontos időpontokat. Most hány gyermek kezdi meg a tanulmányait a Rákócziban az első osztályban, illetve a gimnáziumi évfolyamokon? Az első osztályban 52 diákunk lesz jelenállás szerint, a gimnáziumban 58 fővel indulunk. Természetesen ez néhány diákkal ilyenkor még mindig változni szokott augusztus végén, mert vannak nyáron beköltözők, vagy éppen elköltözők, vagy akik másokból szeretnének iskolát váltani. Ez az augusztus utolsó hetében azt hiszem minden oktatási intézménynek az egyik legizgalmasabb feladata, hogy jönnek-mennek a diákok még, illetve érkeznek a kedves szülők a problémáikkal, hogy ezeket mind meg tudjuk oldani, de ez a körülbelül létszám. Még 3 hét van hátra a nyári szünidőből, amit a gyerekek élvezhetnek igazán, hiszen a pedagógusok már javában készülnek a 2014-15-ös tanév előkészítésén, hogy szeptembertől mindenhol zökkenőmentesen indulhasson az oktatás. Új tárlat nyílt kedden a Polgármesteri Galériában. Pirk László szentendrei festőművész képei láthatóak a falakon augusztus végéig. Pirk László Munkácsi díjas festőművész, 1953-ban született Szentendrén. Édesapja Pirk János festőművész. Művészeti tanulmányait a Képző és Iparművészeti Szakközépiskola díszítő festő szakán, a Képzőművészeti Főiskola festő tagozatán végezte. Mesterei Iván Szilárd és Barcsai Jenő voltak. A folyamatos alkotó tevékenység mellett 1995-től több iskolában is tanított, így a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban, a Szentendrei Agyművészeti Iskolában, illetve a budapesti Rothschild Klári Divattervező Iskolában. 1976-tól a MAOE-nek, 1980-tól a Szentendrei Grafikai Műhelynek, 1986-tól az Art Area Kulturális Egyesületnek, majd 95-től a Magyar Grafikus Művészek Szövetségének, később 2003-tól a Magyar Festők Társaságának, 2004-től pedig az IKON csoport tagja. Ez egy kis keresztmetszet kamara kiállításnak lehet tekinteni. Egy keresztmetszet tulajdonképpen elég sok új munkám van, de
tehát 14-es, 13-as, de jó pár képen vannak már 1998-ból is, mert a téma szerint így ide kívánkozott. Tehát inkább azt lehet mondani, hogy egy kis keresztmetszet. Én annyira szentendrei vagyok, hogy én még itt is születtem, és hát nyilván ennek is szimbolikus tartalma van, hogy a városházán állítok ki, mert mégis azt a otthont jelenti, ami nekem bármennyire utaztam sokfelé messzi, de mindig visszatértem ide, és ez valahogy így összekapcsolódik, és ez mindenképpen egy nagyon jó érzés a saját városomban kiállítani. Az én képeim nem egészen állíthatóak úgy időrendi sorrendben. Nagyon sokszor ugyanahoz a témához visszanyúlok, vagy akár az is előfordul, hogy 20 évvel ezelőtt elkezdett képet most fejezek be, vagy átfestem, újra alakítom. Tehát valahogy azt lehet mondani, hogy nem ez a horizontális, inkább egy ilyen vertikális összefüggés van a képeim között. Nagyon jól megfér együtt a mostan festett képem, és akár 20 évvel ezelőtt képem is. A polgármesteri galériában látható tárlatot dr. Dicz Ferenc polgármester nyitotta meg, aki régóta követi a művész munkásságát. Gondolom, hogy rendkívül összetett az egésznek az érzésvilága, a gondolatvilága. A mostani kiáltásnak a címe Ég és Föld között, tehát igazán azt mutatja meg, hogy a Föld és a fölöttünk levő szakrális világ, a szellemvilág közötti kapcsolat, de pont mondtam, hogy én nem ebből indultam ki, hanem mint laikusként, művészetszeretőként, nekem igazán a Merre indulnak útjaink című képe fogott meg, ahol a többféle variációk szerepelnek, a spiráló úttól kezdve az egyenes útig benne van a régi szakrális románkori templomokat, vagy még mélyebbre megy eszembe, akkor Pómai Barlang világot idéző háromszög, tehát ez az útvonal, és én végül is ebből indultam ki, hiszen ez az egy örök dilemma, ami mindig az embert foglalkoztatja, és azt látom, hogy Pék Lászlónak a művészetében is mindig ugyanazok a gondolatok, érzések kerülnek újra és újra, csak kicsit más és más feldolgozásban, hiszen jellemzők nála a sorozatok, akár a labirintust nézzük meg, ami megint a szokásos örök útkeresésem, hogy gyerekkortól az emberek időskorig végigkíséri, hogy jó úton indult el, merre indult, tényleg labirintusba jutott, vagy egyenesbe jutott, kihozta onnan akár az isteni fény, akár a barátok, vagy művészetkedvelők, vagy akár mutatni az ég és földi szerelem, minden földi férfinek, nőnek az örök élet problémája, ugye mind a testi szerelem, mind a szellemi, a plátói szerelem, ennek a kapcsolata, hogy hogyan és milyen módon jelenik meg, vagy akár a kőbe zárt virág, ahol a természetnek az egysége, a körötte levő világ. Ugyan ezek mind-mind izgalmas témák, és látszik, hogy nem egy időbe festi ezeket, hanem újra és újra fölbukkannak 2-3 év múlva ezek a témák, egy kicsit más megközelítésen, másokkal, más színekkel, mondani azt, hogy más gondolatiságot tükrözve. Én ezért mondtam, hogy szerintem Pék Lászlót, hogy megértsük, azért meg kell dolgozni. Tehát az a művész, hogy az ember nem egyikor rátekint, és azt mondja, hogy hú, teljesen jó, értem. Erre mondtam azt példaként, ugye, hogy nagyon szépek és gyönyörűek és büszkék vagyunk rá, szentek a keresztjeire, vagy a templom tornyaira, vagy akár a főterére, vagy most már Dunapartra is, különösen a mobilfalá. De az ugye adja magát, hogyha az emberek rátekint, de itt viszont sokszor csak nyomokban, vagy kutatás után derül ki. Az éget csipkőbokor, ami ugye egy örök téma megint a művészetben, hogy az Isten hogyan és milyen valóban jelent meg ténylegesen Mózesnak, és itt is, hogyha megnézzük ezt a képet, hogy a maga kuszasságába, a dinamikájába, az egymásba ölelkezőkbe, hogy látni, hogy mondhatjuk, hogy a szerelem, vagy a gondolatok, vagy az érzéseknek a sokszínűsége, sokvélesége, ami egymásba ölelkezik és megjelenik, és a művészsel való beszélgetés között derült ki számomra, hogy ez pont Kőhegy alatt találta meg azt a csipkebokort, és nem a kertje, pedig ott is van, ami ott, hogy alkalmas erre a témára. Pont azon a szakrális helyen, ugye, ahol Hamvas Béla írta a gondolatait, vagy ahol a Petőfi emlékhelye van, és városunknak oly fontos, lényeges helye, mondhatni azt, hogy szinte szakrális helye, ahol sokan kijárnak kirándulni, menni, pont ott találta meg ezt a témát. A szintén érdekes a Kódus és Múzsa, hogy általában múzsa és művész szokott lenni, vagy a Kódus és Gazdag, vagy akár a Lázárnak a példázata, de teljesen más megközelítésben, és hogyha azt is nézzük, hogy ténylegesen mi az, amit a múzsa, ami a fátyol mögött sejlő csinos női alak, hogy mi az, amit beledob
akkor látszik, hogy nem pénz, tehát nem az anyagi dolgot adja át, hanem majd piros valamit, ami az én értelmezésem szerint van virág, vagy rózsaszírom, vagy valami, és ezáltal mindegy magát adja. Nem a nőiességet, tehát nem a testiséget gondolom, hanem a, mint amit a múzsa tud adni, tehát a múzsának a csókja alatta, vagy az ő művészetről, a világról alkotott elképzelése, a gondolata, hogy mindegy ezt adja át a kódusnak szinte megtervékeitőleg, hogy, hogy adjon neki valamit, és ebből induljon ki. Úgy gondolom, ezek rendkívül, rendkívül izgalmas és rendkívül sokrétű gondolatok, amit érdemes elgondolkodni. És az látszik, hogy benne van mind a szakrális világ, mind benne van a földi világ, benne van a természet szeretet, és benne van a lokálpatriotizmus nagyon mélyen, ami az egész családban látszik. Tehát akár az édesapját nézzük, a Pirkánost, akár az anyukáját, akár a Pirkamrustnak a képeit, vagy az ő művészetét, hogy a legutóbb Ködön láttuk pont azokat a alkotásokat, azokat a kerteket, amiket ő épített, vagy a mostani Pirkmúzeumban. Tehát megjelenik az egész családban ez a gondolatiság, ez a lokálpatriotizmus. Tehát azt mondom, hogy mindenkinek érdemes rajta elgondolkodni, érdemes rajta végigmenni többször, és belegondolni egy képbe, akár a címe láttán, akár a formavilág, akár a színevilágán, és amikor felbukkan bele a tartalomnak, akkor lesz igazán izgalmas a kiállítás. Pirk László festőművész képei augusztus végéig láthatóak a Polgármesteri Galériában. A Székely Menyecske meg az Ördög című darabot láthatták a gyerekek vasárnap a Gyerekteátrum soron következő előadásán a Dunaparti Művelődési Házban. Fabók Mancsi bábszínházának bemutatóját megtréfálta az időjárás, az eső miatt nem tudták a szokott helyen az udvaron megtartani az előadást, hanem a barlangba kellett behúzódni a művésznőnek és a nézőknek. De a kicsiket ez egyáltalán nem zavarta. Ördögre. És szereted a bábszínházat? Voltál már esetleg? Láttál? Hol láttál ilyet? Zeneiskolába. Vagy a moziba. Moziba. Bábszínjankot. És szereted a meséket? Szokott neked anya mesélni este? Igen. És melyik a kedvenc meséd? Vagy és babócsa. Fabók Marianna 2008-ban végzett a Színművészeti Egyetemen, azóta a Miskolci Nemzeti Színház színésze. Mint mondta, az elmúlt évtizedekben véletlenszerűen talált rá a bábozás. 2009-ben mutatta be a Halhatatlanság Országa című első önálló vásári bábjátékát. Népmesei forrásokból dolgozik. 2010-ben Kecskeméten a bábszínházak 10. találkozóján a szakmai zsűri díjjal jutalmazta. Ekkor született meg Fabók Mancsi bábszínháza. Vasárnap a Székely Menyecske meg az Ördög című darabot láthatta a közönség. Aki ezt a meseleadást látni fogja.
Na nem ovációznak, pedig ez szenzáció, kérem! Az nem keves, ugye? A sztúrókomposztból se keves, ugye? De nem ez az igazi szenzáció. Elmondom, hogy mi. Mert csak ilyen előadások voltak. Első, második, harmadik, kétszázadik. Eztán meg már csak olyan előadások lesznek, hogy 202-dik, 326-edik, de 201-dik soha a büdös életben többet nem lesz. Ez egy különleges alkalom, tapsink hozzánk meg magukat. Idén első alkalommal láthatott operettgálát a Szentendrei Teátrum és nyár keretében a közönségvárosunkban. A Maja Trió produkcióját a Ferenci Múzeum udvarán mutatták be vasárnap este 20:30-tól. A hétvégi zivataros időjárás miatt szerencsére nem kellett elhalasztani az előadást. A művészek a heves esőzés ellenére már kora délutántól próbáltak a Ferenci Múzeum udvarán. A helyszínnel valamennyi fellépő elégedett volt, igazi fergeteges produkcióval készültek a szentendrei előadásra. A Maja Trió 10 évvel ezelőtt alakult, tagjai Horváth Melinda, Kameni Klaudia és Mohácsi Attila. Az első felvonás Eisenmann-Czerkowicz műveiből állítottuk össze, a könnyedebb operettek, a második felvonás pedig a híres, nagy, klasszikus magyar hungarikum operettek, Csárdás királynő, Marica Rolfnő híres betét dalai. Jaj, hát ez egy varázslatos helyszín, tényleg, ahogy megérkeztünk, mindenki olyan nagy szeretettel fogadott minket, és hát ebben az udvarnak a hangulata, ez leírhatatlan. Pont a főszervezőnkkel, egyik főszervezőnkkel, Gabikával egyeztettünk egész végig délelőtt, hogy vajon itt tartsuk-e meg, vagy bevigyük a Városháza dísztermébe, de hát egy nyári előadásnak a szabadtéri varázsát nem akartuk elvenni a nézőktől. Egy zuhén már túl vagyunk, elázott mindenünk, de frissült erővel mindent letörölgettünk, most már hallhatják a háttérben a hangbeállást éppen. 4 óra óta próbálunk egyfolytában, és hát várjuk a közönséget. A három művész az egész országot bejárta már különböző zenei produkciókkal. Klasszikus nagyoperettek részleteit egy csokorban Kálmán Imre és Lehár Ferenc tollából hallhatta vasárnap este a közönség Szentendrén. A vendégművész Peller Károly az Operett Színház társulatának tagja volt. Mohácsi Attilával mi elég régóta ismerjük egymást. Nagyon sokat jártunk együtt fellépni régen. Egy közös ilyen hakni brigádban voltunk benne. Aztán az élet úgy alakult, hogy a Győri Színházban is játszottunk együtt, és nem olyan régi volt először, hogy lépjek fel velük. Úgyhogy nagy örömmel jöttem ismét megint. Jártam már rengetegszer Szentendrén, sok-sok fellépésem volt itt. Még pont itt még nem voltam, és ez egy nagyon hangulatos kis hely, ez a kis udvar. Úgyhogy remélem, hogy jó hangulatú lesz maga majd az előadás. Szerintem ez eleve ad egy milliót egy ilyen operett műsornak ez a helyszín, úgyhogy én magam is nagy érdeklődéssel várom, hogy milyen lesz a fogadtatás. Igazából egy kicsit kilépek a saját repertoáromból, mert Attilával azért nagyjából ugyanazokat a dalokat énekeljük, és akkor, amikor átküldte az ő műsorukat, hogy én melyik pontokon énekeljek, akkor így láttam, hogy hát ezt is az Attila énekel, ezt is az Attila, úgyhogy nehéz volt választani. Néhány Bon Vivant dalba is belekostolok, többek között az Emlékszel még, a Nőszívét kiismeri, a Mágnás Miskából, úgyhogy lesznek olyan dalok, amiket azért szoktam énekelni, csak nagyon ritkán. A Maja Trió repertoárián sokféle dal szerepel, több műsorral lépnek fel szerte az országban. Mert ez egy gyönyörű helyszín, mi nagyon szeretjük ezeket az ilyen beltéri tereket. Itt nagyon jól szokott lenni a hangosítás, és általában ezt nagyon szoktuk mi szeretni, ezt a teret. Úgyhogy nagyon készültünk, a tánckarral rengeteget próbáltunk, mert hogy ez egy különleges est, ilyen szempontból, hogy 2 órás gálánk van, az, hogy a karcsi itt van, az nekünk egy plusz dolog, ennek mi elképesztő módon örülünk, úgyhogy ez nekünk nagyon fontos nap, hogy itt lehetünk Szentendrén. Ugye fantasztikus operett slágerekből áll a repertoár, amit ma este hallott a közönség, van-e valami kedvenc ezek között? Hát nekem az összes.
Én az alkatomból, meg a jellememből, meg az, kifolyólag én a szubrett dalokat kedvelem inkább. Ugyan énekelek egy pár primadonna számot is, de én azt gondolom, hogy hozzám inkább ezek a bohókásabb, vidámabb, pörgősebb, táncolósabb számokának jól. Úgyhogy nagyon szeretem például az Omnibus, az egy nagy kedvencem, illetve készültünk most a Kicsike vigyázzonnal, az Oda vagyok magáért, ezek mind-mind nagy kedvencek, mert sokat táncolunk is benne, és nagyon illik az én karakteremhez, úgyhogy ezek az én kedvenceim. A szentendrei előadáson megtelt a Ferenczi Múzeum udvara, az énekeseket élő zene kísérte. A nézők igazi nyáresti kellemes operettgálát láthatta. Nagy gyerek, jó pizza, ütelen, cica, és nincsen abba sem kizéne, nincsünk el, hogy hol vég, mikor te legyél, hallig egy bejegyek én, mással lehetünk szerelem. A világ egyik legnagyobb internetes nemzetközi vetélkedője a Gisves, melyet évente egy alkalommal hirdetnek meg. A játékra az idén egy szentendreiekből álló csapat is jelentkezett. A vetélkedőt eredetileg minden ősszel, de az utóbbi időben minden nyáron hirdetik meg. A világ valamennyi tájáról 15 fős csapatok jelentkezhetnek. A versenytársak az interneten keresztül kapnak különféle feladatokat. Ennek a versenynek az a neve, hogy Gisvez, ami egy angol rövidítés, és magyarul tulajdonképpen úgy tudom lefordítani, hogy a világ legnagyobb nemzetközi kincsvadászata. Ez egy nemzetközi verseny, a bevétel az jótékonysági célokra megy, és annyi a lényeg, hogy őrült, és emellett jótékonysági feladatokat kell végrehajtani, ami az egymáshoz való kedvességet népszerűsíti, és az, hogy egy kicsit mozdulj ki a komfortzónádból, és a hétköznapokat éld meg egy kicsit őrült módon. Tegnap például egy Csillagok háborújából származó birodalmi rohamosztagossal a Budapest közepén pózoltunk, mint egy strand jelenet, tehát, hogy ilyen jellegű dolgokat kell elképzelni, de voltunk állatmenhelyen is kutyákat örökbe fogadtatni, és hasonló. Okay. Ezeket hogy kell leigazolni a verseny kiirtetői felé, ezeket a feladatokat, hogy elvégeztétek? Ehhez van egy honlap, ahol vagy kép, vagy videó formájában fel kell tölteni, és tulajdonképpen ezzel igazoljuk, és mindenféle, tehát nem szabad számítógépen szerkeszteni a képet, hanem úgy, ahogy az elkészült, azt feltöltjük, és akkor majd azt értékelik. Milyen eredményre számítotok, illetve van-e itt valami díj, valamit, amit lehet nyerni a verseny, és mikor lesz a vége? Egy hetes a verseny, még két napunk van rá. Az eredményhirdetés valószínűleg nagyon sokára lesz, mert nagyon sok csapat van és nagyon sok feladat. Igazából ez az első alkalom, hogy részt veszünk, úgyhogy ez még csak ez a tanuló, tehát hogy egyáltalán mi ez, mi kell hozzá, mennyi idő, tehát hogy arra számítunk most csak, hogy nagyon jól érezzük magunkat és hasonlók.
A verseny egyébként Horvátországban lehet a főszervezőkkel egy kalózhajó túrán részt venni. És mit kell tudni a ti csapatotokról, hány főből áll, és kik a csapattagok? Minden csapat 15 fő, ez ki van kötve, és hogyha nincs annyi ember, akkor a rendszer az hozzáad embereket, és az is egyébként egy érdekessége a versenynek, hogy mi 9-en vagyunk magyarok, és van 6 michigani csapattársunk, akiket megkaptunk ajándékba, tehát hogy szeretik keverni a csapatokat, tehát hogy tulajdonképpen ilyen nemzetközi kapcsolatépítés is valahol ez. A lányok tegnapi feladata az volt, hogy 5 főnek kellett egy pólóban kertészkedni. Misha Collins színész 2011-ben alapított a Gishwes elnevezésű internetes játékot, melyhez azóta is minden évben több ezren csatlakoznak. A verseny keretében több Guinness rekordot is felállítottak már a játékosok. A kőkemény harcművészeti stílus legjobbjai közé tartozó versenyző a majd 200-szoros győztes Muay Thai meccsel büszkélkedő tájföldi sportoló látogat Szentendrére és tart edzőtábort a szentendrei VSM meghívására. A neves külföldi versenyző augusztus 18 és 22-e között tart edzőtábort Szentendrén, augusztus 23-án pedig szemináriumon adja át tudását az érdeklődőknek. A harcművész a szentendrei VSM meghívására napi 3 edzést tart majd, reggel futást, délelőtt technikai tréninget, délután páros gyakorlatokat, valamint erőléti edzést a szentendrei VSM Kőfaragó utca 4 szám alatti bázisán. Egy Muay Thai edzőtábor lesz, itt a szentendreiek életében először. Úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk saját magunknak egy edzőtábort rendezni. Ne kelljen mindig külföldre, illetve vidékre mennünk. És körülnéztünk a kapcsolatrendszerben, és egy rendkívül híres, eredeti táj versenyzőt sikerült elérnünk, aki jelenleg Svédországban él, és örömmel fogadta a felkérésünket, úgy tűnik, hogy 18-ától egy hétig a vendégünk lesz. Tájföldönő egyike volt azoknak a bajnokoknak, akik a Rajdhunder stadionban bajnokok tudtak lenni. Ez egy elég nagy szó még Tájföldön is, egy tradicionális sportcsarnok. Ezen kívül Twins bajnok, ez egy ottani sportszergyártó cég, illetve Iszán bajnok, ez egy ottani tévés társaságnak a bajnoka, illetve Oroszországba is meghívták, 2013-ban egy orosz Open bajnokságon a legjobb 4 között tudott bunyózni. Úgyhogy elég jó élvonalbeli versenyző volt, nem a legjobbak közül való, de a második vonalból mindenféleképp a legjobb. Elsősorban a Muay Thai-t szerető és ismerő közönség számára hirdettük ezt a tábort, hiszen itt arról szól a dolog, hogy egy ilyen mértékű, ilyen színvonalú versenyző már nem fog kezdőket ütni, tanítani, tehát inkább a haladóbb szelleműek, a haladóbb tudásúak, illetve olyan 15-16 éves kortól fölfelé, hiszen elég kemény lesz a követelményrendszer, amit már azért egy felnőtt kondícióval bírni kell. Egy kicsit keményebbre vesszük, mint amilyeneket eddig én magam tapasztaltam, illetve amilyeneken voltunk. Próbálunk a tájvonalra hajazni. Ott úgy néz ki egy edzőtábor, hogy reggel korán van egy futás, egy 40-45 perces futás. Nálunk ez is, tehát nálunk is meg lesz a versenyzőknek külön versenyző felkészítő futás lesz, ami még egy speciális igénybevétel. Utána lesz egy egészen rövid szünet, egy fél óra, 3-4 óra, hogy ott kicsit kipihenik, lenyújtják magukat a résztvevők, és utána egyből elkezdünk 9 órától egy edzést, amelyik 11 óráig tart, tehát egy 2 órás dolog, és itt lesz egy kicsivel hosszabb szünet, délután 5 órakor kezdődik a harmadik edzés, illetve úgy tetszik a második tájbox edzés. Ez egy elég komoly igénybevételt tesz lehetővé. Nagyon régen volt, a Regime szervezésében volt már Magyarországon tájedző, az egy nagyon jó erős edzőtábor volt. Nem azt mondom, hogy nem jók azok az edzőtáborok, másképp rendezik ott a programot. Mi megpróbálunk egy kicsit a tájvonalra hajazva, sokkal több könyök, sokkal több térd, ezeket a klasszikus technikákat előtérbe helyezni. Jelenleg a nyári pihenő és felkészülési időszak zajlik a szentendrei VSC-nél. Mi éppen az ökölvívók edzéssel jártunk, de a tájboxolók is javában edzenek már az őszi versenyekre. Szeptemberben érdekeltek vagyunk egy Európa-bajnokságon. Igaz, hogy 2 emberrel valószínű egyet tudunk kiküldeni, ugyanis az elmúlt évben, illetve az elmúlt szezonban tavasszal az egyesület 2 versenyzője is nagyon komoly eredményeket ért el. Magyarországon 2 nagy szervezet van, ők mind a 2 szervezetnél bajnokok tudtak lenni, tehát ilyen abszolút bajnok kategória, ez nagyon nagy büszkeségünk nekünk. Mind a ketten Szentendre
szentendreiek. A fiatalabbik srác ráadásul tanuló, nem is rosszul tanul, úgyhogy mindenféleképp számomra ez egy elég megnyugtató dolog, hogy nem csak jól tanulnak, hanem jól is bunyóznak a szentendreiek. A versenyidőszak tehát majd az ősszel kezdődik, addig még van egy kis idejük a versenyzőknek a kikapcsolódásra, a pihenésre is. A Szentendrei hét adását látták. Maradjanak továbbra is velünk, hiszen hamarosan kezdődik Sportkorzó című magazinműsorunk. Hírmagazinnal legközelebb péntek este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!